Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, ez itt a Builder Podcast következő adása. A mai helyszínünk is egy picit különleges, most nem egy irodai környezetben vagyunk, hanem itt vagyunk a Cutlerban, Győrben, és a mai vendégem Kormos Zoltán mesteredző. Köszönöm Zoli, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én nekem megtiszteltetés, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt a forgatás előtt beszéltünk egy csomó mindenről, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy mennyi sok témát találtunk, amit ki tudunk beszélni. Szerintem kezdjük azzal, hogy mi az, hogy mesteredző? Nekem ez egy ilyen nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Igen, nekem is tetszik, de igazából ezt a Bani akasztotta rám, ezt a jelzőt, hogy mesteredző. Nagyon régóta vagyok edző, elég sok tapasztalatom van benne, de én nem érzem magam mesternek. Tehát, ez egy tiszteletbeli név akkor. Igen, tehát igazából ebben úgy vagyok, hogy látom azt, hogy jóval nagyobb a tudásom, mint egy most végzett edzőnek, aki elvégzett egy mondjuk 3 hónapos tanfolyamot, de én sem tudok mindent. Uh-huh. Viszont én minden nap tanulok. Ezt látom sajnos a fiatalokon, hogy megszerzik a képesítésüket, másnap kiposztolják, hogy személyi edző, versenyfelkészítő, táplálkozási szakember, életmódtanácsadó, tehát így azonnal mindenféle szolgáltatást tud nyújtani. Én meg úgy vagyok vele, hogy egy témába ástam bele magam nagyon, az anatómia részébe, és azt mondom, hogy ebben a részben többet tudok jóval, mint az átlag, de van egy csomó témakör, amiben átlagosnak tartom magam. Ez a sarokköve tulajdonképpen az anatómia. Ha itt súlyzós edzésről beszélünk, nyilván ismerni kell azok a mozgásformák, hogyan fognak hatni az izomzatunkra, illetve az izületeinkre. És itt, ahogy beszélgetünk, egy csomó hiba fellép sokszor a gyakorlat kivitelezése közben. Igen, igen. Ugyanis a testépítést az izmokkal hozzák kapcsolatba. Tehát, hogy hogyan kell megdolgoztatni egy izmot. És ha így csinálod, akkor a biceps hosszú fejének, a felső harmadának, a belső csücskére, és akkor ilyen jönnek az extrémebb ötletek és gyakorlatok. De én úgy gondolom, hogy nem ennek kéne a célkeresztben lenni. Ha megnézzük, hogy ki tud hosszú távon folyamatosan fejlődni, az, aki nem sérül meg. Megnézzük a sérüléseket, akkor izomsérülés az kb. 20%. A 80 az meg az izület. Uh-huh. És ez azért van, mert helytelenül végezzük a gyakorlatokat. Azért mondom, hogy végezzük, mert én is csináltam rosszul gyakorlatokat, nekem is megfájdult a vállam, a könyököm, a térdem időnként. Hála a jóinknak ezeket úgy többé-kevésbé tudtam orvosolni, de hogy el lehetne kezdeni úgy az edzést, hogy már eleve odafigyel az ember arra, hogy helyesen végezzen egy gyakorlatot, és akkor nem fájdul meg a könyöke. Folyamatosan tud fejlődni, és amikor befejezi a pályafutását az ember és visszanéz, akkor sokkal nagyobb fejlődést tudott fölmutatni, mint hogyha folyamatosan meg kell törni az edzést valami sérülés miatt. Ilyenkor meg nagyon jó, hogyha van egy szakértő, aki ott áll melletted és végigkísér, és nem véletlenül fogja azt mondani, hogy figyelj, inkább vegyél vissza a súlyból, és tanuljuk meg rendesen a gyakorlatot kivitelezni, mint hogy itt most 2 hét múlva beteg Szabira kell menni, mert lesérülsz. Így van. Viszont itt jön egy másik kérdés, hogy az a szakértő, az hogyan lesz szakértő ebben a kérdésben. És nagyon szomorú tapasztalatom az, hogy a képzések sem megfelelőek. Saját fülemmel hallottam, szememmel láttam, hogy a tanulókat rosszra tanítják. Tehát egy konkrét példát hagyj meséljek el. A combhajlító izmok voltak a téma, ugye az oktató megkérdezte, hogy milyen izmok tartoznak ide, elmondták, hogy combbiceps, félhártyás, félinas, latin név, eredés, tapadás, tehát ami leírható egy könyvbe és bemagolható, azt tudták. Viszont ezeket az információkat az életben nem tudják alkalmazni, mert nem gondolkodnak átfogóan az emberi testről. Tehát mi próbálunk az edzésen egyetlen egy izomra koncentrálni és azt megdolgoztatni, de az emberi test nem így működik. Tehát soha, de soha nem fogsz tudni egy izmot
mozgatni. Tehát bármit is csinálsz, ott egy izomcsoport, vagy több izomcsoport egyszerre dolgozik. Nem tudod elkülöníteni. De maradjunk az elméletnél, combiceps volt a téma, hogyha ebből a három izomból a combicepsre akarsz nagyobb terhelést tenni, akkor lábhajlítást kell végezni kifelé fordított lábfejjel. Elméletben ez tök jó, de hogy van megkonstruálva a gép? Lefelé, ülve combhajlítóról beszélünk, lefelé tudod függőleges irányba hajlítani a gépet. Ha te kifelé forgatod a lábfejedet, mivel a térdizület az egyetlen egy síkban tud mozogni, az ez a sík lesz, és nem egyezik a gép mozgás síkjával. Rákényszerítjük az izületeinket egymást. Rákényszeríted az izületet egy olyan mozgásra, amire képtelen. Aha. Úgyhogy ennek előbb-utóbb sérülés lesz. És ezt óriási súlyokkal próbálják csinálni, mert hogy nyilván, majd nagyobb súly, nagyobb fejlődés. Nyilván, mert az ez kell a nagy súly, amit aláírok, hogy persze kell a terhelés, de olyan irányba, amerre mozog az az a szerencsétlen izület. És mennyire csinálják az alapgyakorlatokat? Azt észrevetted, hogy egyre inkább elmarad egy felhúzás, egy guggolás szabadsúllyal, vagy te nem is tartod annyira fontosnak, hogy valaki megtanuljon esetleg szabadsúllyal rúddal guggolni? Attól függ, mi a cél. Tehát, hogyha bejön egy, és ezt nem degradálásképpen mondom, egy átlag ember az utcáról, és az a célja, hogy fogyjunk le 10 kilót, én nem tanítom meg neki a hagyományos felhúzást, mert ő 3 hét múlva már eredményt akar. Ha én most rászánok másfél hónapot arra, hogy tökéletesítsem a mozdulatait, rúddal, 20 kilóval a felhúzásban, azonnal ott fog hagyni. És hiszen jogos, az alapok mert azt ő nem azért fizet, hogy megtanuljon felhúzni, hanem azért, hogy fogyjon 10 kilót. Ha a 10 kiló fogyás mellé jön az, hogy kicsit laposabb has, kicsit gömbölyűbb vál, na akkor jönnek akkor a speciálisabb gyakorlatok, de az esetek nagyon-nagyon elenyésző százalékában van az, hogy valaki meg akar tanulni felhúzni. Nyilván és annak megtanítom, de a többség sajnos nem ilyen. Egyébként kedveled ezeket az alapgyakorlatokat, szabadsúlyos alapgyakorlatokat? Az, hogy én már nem csinálok felhúzást, meg szabadsúllyal guggolást, ennek is megvan az oka egyébként, ez egy dolog, de nagyon szeretem ezeket a gyakorlatokat, és nagyon hasznosnak tartom őket. Engem mindig is érdekelt, ha mondjuk egy fiatal srác úgy dönt, hogy én most súlyzós edzést fogok végezni, hiszen tetszett a Rambó, vagy valamelyik film, és úgy akarok kinézni, nyilván volt valami indíték, hogy lejön a terembe, akkor hogy indítanád el? Mert a legtöbben úgy kezdik, hogy heti 4-5 edzés, egyből osztott edzést, tehát hétfő mellbiceps, hátbiceps, stb., amit ugye találnak az interneten. Nem lenne célszerűbb mondjuk kevesebbel és alapgyakorlatokkal kezdeni egy alapozásnak? De mindenképpen. Mindenképpen hasznosabbnak tartanám. Nagyon-nagyon felgyorsult a világ, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik végig tudják járni ezeket a lépcsőfokokat, akiknek van elég türelmük, alázatuk ahhoz, hogy azt mondják, hogy jó, oké, én ezt akarom, de tudom, hogy ehhez végig kell járni az utat, a legalsó lépcsőfokon kezdeni, és hajlandó vagyok félrerakni az egómat, hogy jövő héten nem azzal fogok dicsekedni, hogy én már 120-szal nyomok fekve, az, hogy hogyan azt hagyjuk, hanem az, hogy tényleg megtanulja a mozdulatokat. És ha mondjuk kell neki ez egy kis motiváció, hogy igen, belenyomtam a 120-ba, mondjuk egy hétig utána felkelni nem tud, mert ott minden dolgozott, csak nem a mellizom. Előfordul. Néha ez is segítség, de tényleg úgy látom, hogy a fiatalok, ez a adj uram Isten, most és azonnal akarok óriás súlyokat megmozgatni, és ennek az lesz a következménye, hogy vagy nem fog neki menni a fejlődésben, valahol megáll, vagy esetleg, hogyha szólunk is neki a teremben, hogy figyelj, lehet nem rogyasztani kéne a 150-nel, hanem mondjuk a 60 kilóval megtanulni teljes mélységben guggolni, akkor ezt meg rossz néven veszi. Igen, nekem is volt ilyen példám, hogy egy fiatal sráchoz odamentem, hogy kijavítsak egy mozdulatot, amit csinált, ami tényleg életveszélyes volt, és megkaptam azt, hogy ne szóljak bele, mert ezt neki egy olyan ember mutatta, aki ért ehhez a sporthoz. Hát nem jó van akkor. Kell kettőt hátralépni, hogy bocsánat. Elnézést kérek pedig tőled. Csináld akkor egyedül. Te nem is a testépítésbe születtél, hiszen előtte volt versenysportoló, voltál, olimpiai csapattag voltál. Tehát, van egy olyan tapasztalatod, ami mondjuk nem a súlyzós edzésből következik, de ott is kellett hozzá ugye. Igen, de ezt valószínűleg ő nem tudja, vagy nem tudta. Szerintem azt se tudta, hogy ki vagyok. Aha. Hát, és azért a mai fiataloknál azért ez egyre sűrűbben előfordul. Aha. Mert ugye ők mit látnak?
a mai instasztárokat, tehát akik ma... Mindenki naturál, ugye? Nem menjünk bele, de mindenki naturál, és olyan szálkás, mint a keszeg, és óriás súlyokat tudnak üvöltözni. Igen, meg mondom, ők is ugye gyors eredményeket akarnak. És ezek a, hát én celebeknek, ilyen insta celebeknek hívom őket, ők is azt sugallják a videóikkal, hogy baromi gyorsan el lehet érni ezeket az eredményeket. És ez hazugság, tehát hogy azért van élettan, és az meghatározza azt, hogy nem lehet akármilyen gyorsan fejlődni. Vagy ha mégis, akkor annak igen komoly következményei lesznek, és annak meg kell fizetni az árát előbb-utóbb. És erre is látunk sajnos egyre több példát. Az izomfejlődést azt lehet serkenteni, viszont maga az ízületek fejlődését és az adaptációt, a regenerációt, ezt nem tudjuk meggyorsítani. Ezt nem lehet. Igen. És itt nem értik meg valószínűleg azt, hogy maga ez az életforma, ez egy több lábon álló dolog. Edzeni kell, megfelelően táplálkozni, és a pihenés sem szabad kihagyni. Igen, és ezt ugyan sokszor hallották, de valahogy nem fogják föl, hogy ez a sport egy maraton, nem sprint. Tehát ebbe tényleg bele kell fektetni az időt. Saját példát mondok, ugye én hogy csöppentem bele a versenyzés világába. Az első verseny, amin elindultam, ugye az, akkor még fitnessbe versenyeztem, a Fitness Magyar Bajnokság volt, amit megnyertem. Utána megnyertem az Ausztria kupát, aztán megnyertem a Nestlé kupát, aztán 5 éven keresztül megnyertem a magyar bajnokságokat, aztán elmentem az első világbajnokságra, amit megnyertem, aztán elmentem a második világbajnokságra, amit megnyertem. Szóval, hogy mindent megnyertem. Így robbantam be a versenyzés világába. Nem számoltam ki a pontos számot, de hogy a versenyeimnek, amin elindultam fitness és testépítésben, 90%-át megnyertem. Nem túl sok ilyen ember van a világon. Uh-huh. De hogy azt elfelejtik, hogy mi volt a fitness? Testsúlykorlátos testépítés és talajtorna keveréke. 13 évig szertornáztam. Ki a jó Isten csinált volna nálam jobb koreográfiát? 10 évig edzettem, mielőtt az első versenyen elindultam. 10 évig. Nem 10 hétig, meg esetleg 10 hónapig, és akkor már a profi kártyára hajtott. Nem, 10 év. Tehát gyakorlatilag az első fitness versenyemre készültem 23 évet. Nem született meg az az ember, aki meg tudna verni. Aha. Na ezért nyertem én rögtön. Egyrészt maga a mentalitás is, másrészt az, hogy az út, ami odáig elvezetett, hogy te ott színpadra állhass, ez abszolút adott volt, viszont tényleg úgy látszik, hogy most valaki a fejébe veszi, hogy én fitness modell leszek, men's physique versenyző leszek, adott hozzá körülmény, hiszen mindenhol van egy gyönyörű edzőterem, lehet mindenféle súlyokkal dolgozni, adott hozzá rengeteg táplálékkiegészítő, és tényleg egy éven belül, két éven belül színpadra tud állni. És amikor már, mit tudom, elérte a negyedik, ötödik helyet, vagy nehogy Isten még jó előrébb is végzett, utána ő már sztárnak érzi magát esetleg, hogy már ki tudja nyilatkoztatni magáról, hogy ő aztán micsoda óriás személyedző, hiszen lássuk be, hát ő elért az első, második helyet. Igen, de az, hogy valaki jó versenyző, tehát sikeres versenyző, az nem jelenti azt, hogy edzőnek is jó. Aha. Tehát az edzőnek nem csak a szakmai tudása kell, hogy meglegyen, hanem félig meddig legalább jó pszichológusnak is lennie kell. Megint csak saját példát tudok mondani, bejön egy hölgy vendégem, és ugye a második sorozatnál látom, hogy valami nincs rendben, tehát nem úgy teljesít, ahogy szokott lenni. És elkérdeztem, hogy mi a baj? Á, semmi. Na most, amikor egy nő azt mondja, hogy semmi, az nem létezik. Valami nagyon nagy dolog van. Úgyhogy egy-két apró kis kérdéssel rávezettem, és az lett a vége, hogy 45 perc beszélgetés, vállonsírás, és utána nagy hálálkodás. Egyetlen egy gyakorlatot nem csináltunk, de következő alkalommal, amikor lejött, akkor így ment neki a munkának, és lehetett tovább fejlődni. Aha. De kellett hozzá az, hogy fölismerjem, hogy most hiába erőltetem, hogy akkor is hardcore-ok vagyunk, és akkor is megcsinálod, és gyöng, tök fölösleges. Aha. Tehát, hogyha nincs ott agyilag, akkor annak az edzés munkának semmiféle eredménye nem lesz, sőt, még akár káros is lehet.
Én ezt látom egyébként ott is, ahol szoktam edzeni, vagy több teremben is szoktam járni, és azt látom, hogy egy-egy edzőhöz tartozik egy időben 4-5 ember, aki között rohangál a terembe, és mindenkivel próbál foglalkozni. Én ezt annyira nem érzem jónak, így személy szerint. Én személy szerint nem tudnék koncentrálni ennyi emberre. Hogy nálad is ilyen sokan vannak? Én nincs. Nincs. Én maximum 2 emberrel foglalkozom, olyanokkal, akik hasonló kvalitásokkal rendelkeznek, tehát hogy nagyjából ugyanaz az edzéstervük, ugyanazokat a gyakorlatokat lehet csinálni. Ugye főleg délután ebben a teremben baromi sokan járnak. Úgyhogy nagyon sokszor van, hogy nem is lehet követni egy fix edzéstervet, mert fél órát kell várni arra a gépre. Hiába van 300 gép, mindegyik foglalt. Úgyhogy ilyenkor azt csináljuk, hogy na akkor elő a kreativitást, és ami éppen szabad, oda megyünk, és ott oldjuk meg a problémát. Most ha még rohangálnom is kéne 3-4-5 ember között, biztos, hogy elvesznék, de egy kicsit hadd védjem ezeket az embereket, bár én nem csinálnám, és mindenkit lebeszélnék, hogy ilyen edzőhöz menjen, de értem én, hogy ebből kell megélni. És kell a pénz, és ehhez vendég kell, és nekünk is 24 óránk van, tehát gyakorlatilag be van limitálva az a pénz, amit tudunk keresni, és nem tudja máshogy növelni a jövedelmét, csak úgy, hogy egyszerre több emberrel foglalkozik. Még akkor is, hogyha esetleg ad egy kis kedvezményt, de az óra bére nagyobb lesz. De ettől függetlenül ezt én nem tartom jó dolognak, sőt rossznak tartom, mert nem a vendég érdekeit nézi. Mert a vendégre oda kell figyelni 100%-osan. Muszáj. Tehát ez a dolgom. Hogyha több pénzt akarok keresni, akkor választok olyan szakmát, amivel többet lehet keresni. Uh-huh. És lehet, hogy egyébként azért járnak egyre többen az ilyen edzőkhöz, mert azt látják, hogy úristen, mennyien veszik körül a mestert, és akkor keresik a kegyeit, vagy én nem tudom, de... Ez is lehet benne, meg ugye az is, hogy kedvezményeket kapnak, tehát hogy egy ember nem, most csak hasraütök és úgy mondok egy összeget, nem 10.000 forintot fizet egy óráért, hanem mondjuk 6-ot, és akkor hú, akkor nekem 6.000-ből megvan az edzésem. Az, hogy milyen ez az edzés, az már mellékes. Én csak úgy látom, hogy jól elfáradnak, el tudják mondani, hogy jól elfáradtam, és akkor, de fejlődés, meg én lehet, hogy azért, mert minden nap látom őket, vagy egyébként meg kellene fejlődnek, személy szerint én sem tartom jónak. A másiknak, hogy itt az edzőtermi etikettről is szerettem volna veled beszélni, és Kisztán az pont ide tartozik, hogy összehordanak rengeteg súlyt maguk köré, mindenhol vannak a teremben, ahol csak létezik, és hiába vagyok én is egy olyan ember, hogy elképzelem magamnak, hogy mit fogok aznap edzeni, milyen gépet fogok használni, vagy milyen súlyokat. Ha éppen az nem szabad, találok arra alternatívát. De ha az alternatívának az alternatívája is foglalt, azért az már elég bosszantó. Igen, ez sűrűn előfordul. Nem csak az ilyen edzők miatt, hanem azok, akik mindig szuperszetteket csinálnak, vagy csináltatnak a vendégeikkel. Nekem nincs bajom a szuperszettel, egy tök jó technika, de szerintem nem egy kezdőnek. Ugyanis egy kezdőnek még abban is baja van, hogy egyetlen egy mozdulatot megcsináljon jól, és akkor hirtelen áttér egy teljesen más mozgásra, biztos, hogy nem lesz hatékony. Minek csináltassak olyan gyakorlatot, ami nem hatékony? Tehát én hatékony edzéseket szeretek tartani, nem pedig ezeket a látvány edzéseket, hogy ma hoztam neked egy olyan gyakorlatot. Labdát guggolni meg. Nem hozok olyan gyakorlatot, mert szerintem nincs értelme. Hogy más sportból hozzak példát, Bruce Lee, mindenki tudja ki az a Bruce Lee, ő mondta egyszer azt, hogy nem 1000 rugást kell tudni, egyet. Egyet kell begyakorolni 10.000-szer, mert abban az egy rugással meccset tudsz nyerni, küzdelmet tudsz nyerni. Nekem nem az a célom, hogy megismertessem a vendégemet, hogy az összes gyakorlattal, amit ismerek. Mert hétfőn megmutatok neki egy hátgyakorlatot, kedden egy másikat, szerdán egy harmadikat. Eltelik egy hónap, mire vissza tudunk térni az első gyakorlatra. Aha. Szerinted mennyire gyakorolta be? Semennyire. Mennyire lesz hatékony? Nem is emlékszik, hogy hogy volt, hogy hogy kell megfogni a rudat, meg hova húzom, mit csinálok a törzsemmel, hogy tartom a fejemet, semmi. Eltelt egy hónap, és nem csináltunk semmit. Uh-huh. És ő nem ezért fizet, hanem azért, hogy eredmény legyen. Aha. Meg fogom mondani neki rögtön a legelején, ne várjál látványedzést, hatékony edzést várjál. Mitől lesz egy edzés hatékony? Nézd meg,
az összes sikeres sportolót mit csinál? Tiger Woods. Kimegy a zöld mezőre, és 10 000-szer megüti azt a labdát. Full unalmas. Nekünk? Nem unalmas. De az. Mit csinál egy úszó? Volt úszó vendégem. Beugrik a medencébe, és másfél órán keresztül nézi a kék csempét, és fal. Megfordul, nézi a kék csempét, fal. Megfordul, nézi a kék csempét, fal. Nyilván sarkítom a dolgot, mert van mellúszás, hátúszás, stb. De a lényeg az az, hogy faltól falig, egész nap több órán keresztül. Unalmas? Igen az, legalábbis nekem. Futás. Teszem a köröket. Hulla unalmas. Súlyzós edzés? Mindig ugyanezek a gyakorlatok. Igen, de ha ez kell a sikerhez, akkor ezt fogom csinálni. Ha meg nem akarsz sikeres lenni, csinálj bármit, csinálj akármit, legyen látványos az edzésed, legyen szórakoztató, de attól ne várjál eredményt. Uh-huh. Akkor ne sírjon a szád, hogy nem leszel izmos, nem fogsz le, stb. Akkor lehet, hogy akkor ezt jól gondoltam, meg én is hasonlóképpen csináltam egy ideig, hogy nagyon ragaszkodtam a saját edzéstervemhez, volt is fejlődés, hiszen mérhető volt. Fel tudtam írni, hogy ezen a héten ennyit nyomtam, következő héten ennyit nyomtam, akkor sikerült valamit fejlődni. Ahogy így egy kicsit idősödtem én is, meg már nem ragaszkodtam az edzéstervhez, hanem elhittem én is azt, hogy persze én már értek hozzá, és majd akkor megérzésből leedzek. Hát nem úgy jön a fejlődés, mint amire számítottam. A Király Laci mondta, most azt hiszem, hogy tegnap néztem valami podcastet vele, és hogy aki sikeres akar lenni, annak tűrnie kell a monotonitást. Mert ugyanazokat a dolgokat kell ismételgetni sokszor, hogy jöjjön a siker. És ez nem csak ebben a sportban érvényes, hanem bármelyikben. Amikor tornáztam, szertornáztam, ott azért elég változatos az edzés, mert volt 6 szer, egyszeren volt kötelező gyakorlat, a kötelező gyakorlatban volt 10-12 különböző elem, aztán volt a szabadon választott gyakorlat, ahol volt újabb 10-12 elem, tehát nagyon változatos volt, úgymond, de az edzéseken mindig ugyanazokat csináltuk, újra és újra és újra és újra. A kötelező gyakorlatok 4 évente változtak meg. Hát 4 évig ugyanazt a gyakorlatot kellett nekem megcsinálnom minden áldott nap. És az csak egyre jobb lett? Egyre inkább csak tökéletesíteni tudtál rajta. Megmondom őszintén, hogy a 4. év végére jutottunk el oda, hogy azt lehetett mondani, hogy egész jó. Aha. Nem ez tökéletes. Kicsit, soha nem volt tökéletes. Kicsit olyan, mint egész a jó. Harcművészek, ugye? Aki eléri mondjuk a feketővet, akkor el lehet róla mondani, hogy most már érted a karatét, tudod az alapokat, innentől kezdve jött tulajdonképpen a tanulás. Van. Igen, ugye? Ez minden sportra, sőt, az üzleti életre is érvényes. Aki minden nem tűri van. Ott is, az előbb-utóbb kihullik abból az adott iparágból, hiszen nem így fog van. Tudni teljesíteni. És hogy látod, van-e igény az embereknek, illetve akik hozzáfordulnak vendégek, köszönöm, igen, ők igénylik azt, hogy ugye azt, hogy beszéltük, hogy törődsz a lelkükkel, az egy teljesen jó dolog, hiszen holisztikusan kezelik az embert, test és lélek, ugyanakkor táplálkozásban kérnek esetleg tőled útmutatás segítséget, hogy tudsz nekik segíteni? Szoktak kérni, és én szoktam segíteni, de mindenkinek elmondom, hogy bár van tapasztalatom, és találkoztam ilyen-olyan-amolyan problémákkal már, és ugye én is versenyeztem több mint 20 évig, és lediétáztam sokszor, tömeget növeltem sokszor, tehát voltam sovány, voltam vékony, voltam zsíros, voltam kicsi, nagy, mindenféle, tehát így gyakorlatból is ismerem az utat, meg azt, hogy mit kell csinálni, de nem vagyok szakember. Nyilván egy átlagemberhez képest óriási tudással rendelkezem, de mindig elmondom, hogy nem vagyok szakember, tehát én inkább tanácsot tudok adni. Nem konkrét étrendet írok, bár megmondom, hogy mit ajánlok, mennyit ajánlok, mikor ajánlok, de mindig megpróbálom közösen összeállítani az étrendet a vendéggel. Mert én most hiába írom le, hogy vacsorázzál jégsalátát tilápiával, ha utálja a halat. Aha. Most őszintén egy átlagemnek nem tök mindegy, hogy tilápiát vagy csirkét vacsorázik, és nem jégsalátát eszik, hanem kígyóburkát. Itt nem élversenyzőkről van szóval szó, figyeljünk a makrókra, és amit beszélgettünk itt az elején, egy fontos probléma, hogy nem elég tápanyagosan táplálkozunk. Ugye energiagazdagon táplálkozunk, hiszen az rendelkezésre áll mindig, de a mikrotápanyagokból meg hiány szenvedünk. Igen. Úgy szoktam fogalmazni, hogy nem enni kell, hanem táplálni a testet, mert ez a két dolog ez nagyon-nagyon különböző.
és amikor így a táplálék kiegészítőkre kerül a sor, az a téma, hogy én mit ajánlok. Aha. Ugye, várják a csodaszert? Hogy majd ettől izmosabb leszek? Igen, ezt a két kapszulát naponta beveszem és sokan működik? Várják. Én mindig el szoktam mondani, hogy nem. Tehát ezek táplálék kiegészítők. A nevében is benne van, hogy a táplálkozást egészítik ki. Mikor kell kiegészíteni? Akkor, amikor szükség van rá. Ha te meg tudod oldani úgy a táplálkozásodat, hogy ne hiányozzon belőle semmi, akkor nem kell táplálék kiegészítő. Most az más kérdés, hogy én úgy gondolom, hogy a mai világban nem lehet úgy összeállítani az étrendet, hogy ne hiányozzon belőle semmi. Tehát szükség van a táplálék kiegészítőkre, de nem az a fő, hanem a táplálkozás. És nyilván itt már egyénenként változik, hogy kinek mi és mennyi hiányzik belőle. És szoktak arra panaszkodni általában az emberek, hogy ez túl egyhangú, megunom, ugye itt már megint az eltökéltségről van szó, hiszen annyit ad ez a sport, amennyit beleteszel, és nyilván egy picivel többet, de erre mi a megoldások? Először is tisztázni kell, hogy mi az az egyoldalú. Tehát, hogyha valaki normálisan állítja össze az étrendjét, akkor eszik csirkét, pulykát, marhát, halat, tengergyümölcseit, tojást, proteinport, ez már hétféle fehérje forrás, amit felsoroltam, ez már nem lehet egy oldalú. De visszakérdezek. Láttam bevásárolni egy egyetemista srácot, vett egy barackos, meg egy szilvalekváros buktát. Ez nem egy oldalú? Nem, mert barackos, meg szilvalekváros, ugye? Más az íze. Nem unalmas mindig csirkerist tenni? Először is nem mindig csirkerist teszek, de visszakérdezek. Nem unalmas minden este sört inni? Uh-huh. Vagy pizzát enni? Uh-huh. Ez nem unalmas? Igen, kicsit ilyen hedonista világot élünk, hogy hajkurásszuk az élvezeteket, hiszen ez boldogságot okoz nekem. Ó, de jó, hogy pizzát tudtam rendelni, vagy valami. A profi testépítők mondják így el ezekben a motivációs videókban nagyon sokszor, hogy nem az élvezetért esznek, hanem funkcióért. Tehát, hogy, hogy nem az érdekli, hogy milyen íze van, hanem az, hogy milyen hatása lesz a testére. Nyilván fontos az íz is, de most azt mondom, hogy egy csirkerist is meg lehet finoman csinálni. Tehát nem kell úgy, hogy száraz rizs, száraz víz, felforralom, megfőtt, jó, kész. És akkor csirkem el be a mikróba fehéren. Tehát nem kell, hogy ilyen legyen a csirkerizs. Ja, még zöldség is kell hozzá, igen, akkor szeletelek ki gyóborkát, és akkor kész. Van egy ilyen szent háromság, ez a uborka, paradicsom, paprika, ez a eszel zöldséget? Igen, és ez garantáltan ezt teszi a legtöbb ember, hogy paprika, paradicsom, uborka, egy ilyen Bermuda háromszög. Ezek kívül nem, valahogy nem fodros pedig, kell, pedig vagy ilyen. Annyi féle zöldség van, és mindegyiknek más íze van. Most, csak nem merik kipróbálni, mert hogy mi van akkor, ha nem fog ízleni, ha ki kell dobni? Mi van, ha nem ízlik, de meg kell lenni, akkor undorra leszi meg? Vagy én nem tudom elképzelni, de hogy most mi van akkor, ha nem ízlik, és ott hagyja azt az adagot? Legközelebb más még belefér egy rendelés, nem? Tehát, hogyha legközelebb más próbál ki, de ha nem próbálja ki, soha nem fogja tudni, hogy az milyen. Ezért is nehéz tanácsot adni, nem? Hát ha nekem ízlik a paprikás krumpli, vagy úgy el tudom készíteni, na, ízlik nekem a csirke rizs, maradjuk ennél a példánál, lehet, hogy az adott illető meg utálja a bazmati rizst, vagy akármelyik rizsfajtát én javaslom neki, és a csirkével sincs kibékülve, akkor hogy erőltessem rá? Nyilván nem erőltetem rá, de vannak alternatívák, tehát nem csak rizsből lehet bevinni azt a szénhidrát mennyiséget. Ezerféle szénhidrát. Neked amúgy is különleges szénhidrát fogyasztásod van, jól emlékszem, hogy csak edzés után. Na, ez úgy van, ez elhíresült nagyon, hogy én ketogénnal készülök. Ez úgy volt, hogy 2019-ben, amikor az utolsó verseny szezonomra készültem, akkor leültem és elkezdtem gondolkodni, és ez nagyon fontos, hogy manapság azt látom, hogy az emberek elfelejtettek gondolkodni. Erre majd visszatérünk. Szóval leültem gondolkodni, hogy hogy tudom a lehető legjobb eredményt elérni. Ugye 50 éves voltam. A verseny, ahova készültem, az az 50. születésnapomon volt. És tudtam, hogy ez lesz az utolsó, tehát ott nyernem kell. Na most 50 évesen hogy veszed föl a versenyt a 20-30 évesekkel? Tömegben nem nagyon. Mert akármit is csinálok, én már nem úgy növök, mint ők. Nem úgy regenerálódok, mint ők.
mondom, az izom érettség az én oldalamon van, de ezt meg kell mutatni. Hogy tudom a lehető legjobban megmutatni, ha a lehető legszárazabb vagyok, és a legjobb arányokat mutatom. Megnéztem a testemet, hogy milyen testi adottságaim vannak, hát nem vagyok sajnos olyan darás derekú, mint mondjuk a Molnár Peti. De tudjuk nagyon jól, hogy ez a sport, ez látvány. Tehát ha én el tudom hitetni a bírókkal azt, hogy vékony a derekom, akkor el fogják hinni. Úgyhogy, hogy tudom ezt megoldani? Úgyhogy beviszem a lehető legtöbb kalóriát, amivel fent tudom tartani a meglévő izomtömegemet, de a lehető legkevésbé terhelem meg a gyomromat olyan szempontból, hogy mennyiségileg, hogy a lehető legjobban össze tudjam szűkíteni a derekamat. És ezt egy ketogén jellegű diétával tudtam megoldani, mert ugye a hagyományos ketogén nem enged meg 50 g szénhidrátnál többet naponta. Én azért ettem 70-80 g-ot edzés előtt, és 100-120-at utána. De se reggelire, se 10 órára, se uzsonnára, se vacsorára nem ettem szénhidrátot, fehérjét és zsírt. Ugye kellett a zsír azért, hogy meglegyen az a kalória mennyiség, hogy ne legyek kalória deficitben, mert akkor nagyon gyorsan fogyok, de izomból is. És így el tudtam érni a versenyen azt, hogy nagyon jó arányokkal, nagyon szárazan, bár nem akkora izomtömeggel, mint két évvel azelőtt, de egy nagyon-nagyon jó formát tudtam hozni, és azon a versenyen, ugye a Birminghami Európa bajnokság előtt volt itt van a nem is tudom, hogy akkor hogy hívták, talán Vitaflex kupa, vagy valami ilyesmi volt a neve, ott a Berek Gabit is megvertem. És ezzel tudtam elérni, ezzel a fajta diétával. Az kell a kritikus gondolkodás, ahogy mondtad. Igen. Egyrészt igen. Magadat lásd kívülről kicsit kritikusabban, ami szerintem nagyon nehéz, mert egyrészt minden nap látjuk magunkat, és nem látjuk azokat a módosításokat, vagy javaslatokat, amit külső szemlélő látna. Másrészt meg talán nem vagyunk annyira kritikusak magunkkal? Vagy egy testépítő inkább kritikus magával? Aki már testépítőnek minősül, legalábbis az én szememben, az már tud kritikus lenni önmagával, bár szerintem ő sem látja igazán helyesen magát. A legnagyobb probléma azokkal a fiatalokkal van, akik még egyáltalán nem látják magukat, csak azt látják, hogy testépítő, és milyen kocsija van, és mekkora, és akkor én is ilyen leszek. Könyörgöm, nézd már magadra. Most nem bántani akarok senkit megint. De hogy ugye sokszor szóba kerül a sporttal kapcsolatban a genetika. De ez nem csak ebben a sportban van így, hanem bármelyik másik sportban. Tornászkoromban volt egy srác, megsérült a csuklója, 16 évesek voltunk akkor, 3 hónapot kellett kihagyni az edzésből. 3 hónap alatt nőtt 12 centit. Soha többé nem lett jó tornász belőle. Soha többé. Olyan magas lett hirtelen, annyit nőtt, hogy egyrészt leért a lába a nyújtóról, meg a gyűrűről, tehát neki külön meg kellett emelni a szert, hogy tudjon tornázni. Másrészt egyszerűen nem tudta követni az izomzata, meg a mozgás koordinációja. 10-12 centit nősz magasságra, totál máshol lesz az a súlypontod. És ez a tornában nagyon-nagyon fontos. Én a mai napig fejben meg tudom csinálni a cukaharát. Bocsánat, dupla szaltó hátra, egész csavarra. De hogyha megpróbálnám, belehalnék, mert máshol van a súlypontom, és az én agyamban az a mozgásforma van benne, berögződve, amikor még 60-62 kiló voltam, nem pedig 100-102. És ez halálos tud lenni ebben a sportban. És tehát genetika fontos. Egyszer elmondtam már ezt a példát, kosaras. Ha te 160 centi vagy, akkor ne akarjál NBA sztár lenni. Jött egy komment, hogy de az XY milyen alacsony is. Igen. Bravo, megtaláltad az egyet a 10 000-ből. Persze, vannak kivételek, mert olyan súlypont emelkedése van, olyan fürge és olyan jó irányító, meg tudja oldani. De a legtöbb, tehát most azt mondom, hogy a 99%-a a kosarasoknak 2 méter körüli. És ha te most 160 centivel odaállsz, hogy ne ugorjunk a labdáért. Hát nem sok esélyünk van. Szóval nem. Autóversenyzés, ugyanezt a példát elmondtam. Tehát te 2 méter 10 centi vagy és 140 kiló, neked nem fognak külön egy autót építeni. Vagy lehet, hogy építenek, de az nem fér bele a szabályrendszerbe, úgyhogy nem indulhatsz, tehát nem leszel autóversenyző. Ugyanakkor ebben a sportban bejönnek a fiatalok a terembe, és már pedig ilyen klasszikus testépítő világbajnok leszel. Egy csinál. Szép dolog az elhatározás.
láttál már, láttad magadat már tükörbe, ilyen széles derékkal? És én nem az edzésről akarom lebeszélni. Edzen, óriásit tud változni önmagához képest, és mindenkit erre buzdítok, hogy csinálja, hajtson. De nem kell mindenáron mindenkinek színpadra állni. Engem 9 évig győzködtek, hogy álljak színpadra, hogy versenyezzek. Mert én nem tartottam magam jó testépítőnek, az adottságaimat nem tartottam elég jónak hozzá. És ezt most is fel tudom sorolni, ezeket a hibákat, hogy széles a derekam, ugye a csípő csontom széles, ezen nem tudok változtatni, tehát nem tudom lefaragni a csontot. Az izom formák, a tricepszem hosszú, feje rövid. Lehet, hogy ilyen tömege van, de az, akinek fele ekkora tricepsze van, de hosszabb a hosszú fej, úgy néz ki, hogy sokkal izmosabb. Combom külső íve, egészen fönt, tehát az én szakasz, az nekem hosszú. Akinek kicsit hosszabb az izom has része, lehet, hogy 3 centivel vékonyabb a combja, de 5 centivel vastagabbnak néz ki. Igen. És a színpadon ez a lényeg. Nem fogják tőlem megkérdezni, hogy hány centis a combod, meg hány kilóval nyomtál fekve. Aha. Rám néz a bíró, és azt mondja, hogy azt a rohadt degnóm. És kész, sehol nem vagyok. És ebben tisztában kell lenni, mielőtt az ember neki fog annak, hogy versenyre készüljön. Tehát nem egy féltékenység, vagy nem tudom mi miatt mondjuk azt valakire, hogy figyelj, inkább azt javaslom, hogy keres más kategóriát, vagy valami olyat, amiben sikeresebb lehet. Ez itt emiatt nem leszel sikeres. Így van. És ez zokon veszik. Igen. Aha. Igen, sajnos igen. Sajnos igen. Igen. Találkoztam én is ezzel, mondom, itt a teremben történt, megkeresett egy srác, elmondtam neki a véleményemet, hogy nem neked való ez a sport. Elment egy másik edzőhöz, ő azt mondta, hogy fölkészítelek. Aha. Nem, ő, hát sem van készít, az a pénz, ő sem készítette föl, tehát aha, hogy így előbb-utóbb rájön előbb-utóbb mindenki. Lesz egy fal, hogy hát eddig és ne tovább. Igen. Hát ilyen nagy vágyakkal vágnak bele, én is úgy voltam, hogy megmondom őszintén saját példám az, hogy én mindig úgy voltam a konditermi edzést végző emberekkel, ó, hát az csak ilyen felfújt, ugye voltak ezek az alaptézisek, és soha nem vonzott maga ez a sport, és egyszer lementem edzeni, és egy olyan közösséget találtam, amire nem számítottam. Uh-huh. Haverok lettek, segítettek, gyere itt van, fogd meg, tegyél rá, segítek, leveszem, és maga a közösség fogott meg. Az, hogy mellette fejlődtem, meg izmosodtam, az nekem egy ilyen side quest volt, de hál' Istennek ez nagyon tetszett, és most pont a fordítját látom. Tehát, hogy nincsenek ezek a beszélgetések, ez a gyere bátya, rád verek kettőt, mielőtt nekiállsz a súlynak, vagy valami. Ezeket én abszolút elveszettnek látom mostani edzés téren, vagy az edzőteremben. Tapasztalsz ilyet, hogy inkább nem beszélgetünk egymással, csak mindenki zenét hallgat, és úgy edz, vagy? Igen, bár el kell, hogy mondjam, hogy pont tegnap láttam fiatalokat edzeni, hárman, együtt, hajtották egymást, segítettek egymásnak. Jó, néha mondtak hülyeséget is, de ez mind nem számít, de hogy pont ez volt benne a lényeg, hogy így meglepődtem, hogy atya úristen, a mai világban ez a korosztály, ugye? És segítenek egymásnak, mert hogy ugye látszott, hogy kettőjüknek van némi nemű tapasztalata a sportban, a harmadik meg tök kezdő, és segítették. Aha. És mondta, hogy vegyél vissza a súlyból. Wow, hoppá, mondom. Hoppá. Na, ez a gyerek ez egy tud valamit. Tőle, ez egy varázsszó volt, ugye? Mert tényleg túl nagy súllyal próbálta csinálni a gyakorlatot, tehát tényleg segítettek neki, és még jót is mondtak, úgyhogy én nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, hogy ilyet látok, mert igazad van, hogy a mai világban ez már nagyon-nagyon inkább nem így van. Én is egyedül edzek és zenét hallgatok, és hogy tegnap edzettem egy sráccal együtt, és nekem szokatlan volt, pedig én szeretek mással edzeni, viszont azt nem szeretem, ha elmegy a pofázás irányába, bocsánat, hogyha így fogalmazom, de szeretem az edzés munkát elvégezni, közben húzni egymást. Igen, és jó edzőpartnert nagyon nehéz találni. Aztán többet ér, mint egy jó terem. Én szoktam igen. Mondani. Én készültem olyan teremben, ahol alig-alig voltak gépek. Tehát volt egy ülvevező csiga, egy lehúzó csiga, pont. És az összes többi hátgyakorlatot meg kellett oldani húzózkodással, vagy szabad súlyokkal, ruddal, kézisúlyjal. És fel tudtam készülni versenyre. És lehet még, hogy jobban is érezted magad, hiszen adott volt a környezet, egy ilyen családiasabb környezet volt, nem? Igazából ez engem akkor nem érdekelt, mert engem a verseny érdekelt, hogy fel tudja készülni a versenyre. Minden más mellékes volt, de azok az eszközök voltak akkor adottak,
azt használtam, és meg tudtam oldani. Tehát meg lehet oldani. Ez, most nem azt mondom, hogy egy ilyen terem, mint ami ez a Cutler is, hogy ennyire jól felszerelt, nem jobb, mert jobb. Sokkal jobb. Sokkal változatosabban lehet edzeni. Olyan dolgokat lehet csinálni, amit egy ilyen puritán teremben nem. De ez is csak akkor működik, hogyha az ember akarja. Uh-huh. Van, akinek ez a terem sem elég. Mert jaj, nincs az a gép, amit le... Hát, van mellette 32 másik. Figyelj, csak mellről nyomást tudsz 8 különböző gépen csinálni. Uh-huh. Tehát nem igaz, hogy nem találod meg a módját. Uh-huh. Jaj, mellről nyomás. Erről eszembe jutott egy kis adalék, hogy a másik, amitől ki tudok borulni, hogy a gépeket nem arra használják, amire való. Tehát ugye pont ez valós probléma. Pont igen. A mellről nyomást csinálta egy illető a függőleges lábtolón, úgyhogy rátérdelt a fekvő részre, és a platformot nyomta fölfelé. Hát, és amikor mondjuk én lábazni szeretnék, akkor meg van sértődve, hogy ne haragudj, te meg is. Igen. De hogy arra se gondol bele, hogy azért ez veszélyes is tud lenni, hogy? Mert ugye van alul, tehát amikor te fekszel, hogy elérd azt a kis kallantyút, hogyha így nem bírod már kitolni, akkor beakaszd a súlyt, hogy ne essen rád. De hogyha mind a két keze foglalt, akkor mivel akasztja vissza azt a kis kampót? Tehát, hogy ilyenekben nem gondolkoznak. Hát vannak ilyen gyakorlatok, ami kétemberes. Ebben az egészben az volt a legszomorúbb, hogy nem önmagától találta ki ezt az úriember, hanem egy edző javasolta. Aha. És itt tudok visszatérni megint az oktatásra, hogy az oktatásnak szerintem ezt is tartalmaznia kéne. Hogy ilyen dolgokra fölhívja a figyelmet, hogy nem az a lényege az edzői szakmának, hogy minél extrémebb gyakorlatokat csináljunk. Hogy ha egyszer van egy álmatlan éjszakád, akkor ne azzal töltsd, hogy azon gondolkozol, hogy milyen extra dolgot találjak ki, mint hát mögött kötéllel triceps letolás, mert ilyet is láttam. Tehát, hogy vannak borzasztó, nem ezzel kéne törődni. Ezt először valószínűleg kipróbálja az edző, hogy ő mit érez ilyenkor, vagy csak éppen akkor megszületik egy ötlet, hogy de jó lenne hátra. Szerintem nem, mert ha kipróbálna, nem csináltatna. Hát szerintem sem, egyébként ilyen furcsa dolgok. De ez a kritikus gondolkodás, ez nagyon fontos. De igen, tehát tényleg nem ilyeneken kéne gondolkodni, hanem hogy hogyan tudom hatékonyabbá tenni a munkámat. Aha. Ezen. Meg az, hogy amikor látok valamit, én is látok egy csomó gyakorlatot. Tulajdonképpen az összes gyakorlatot, amit én most ismerek, azt valakitől láttam, vagy valakitől tanultam. Nincs ezzel semmi baj, hogy idézőjelesen ellopok valakitől egy gyakorlatot. De mielőtt alkalmazom, üljek le és gondoljam végig. Tényleg jó az a gyakorlat? Nézzük csak! Melyik izmot akarja megcélozni vele? Oké, mit csinál az izom? Melyik izületet mozgatja? Az az izület milyen irányba mozog? Hogy csinálom? Jó? Oké. Na, látszólag rendben van. Oké. Kipróbálom. Tényleg jó. Oké. Lehet alkalmazni. Aha. Esetleg még utána is nézek, mert nem olyan borzasztó nehéz. Igen, ez YouTube, szerintem nagyon fontos. Beütöd, most már elérhető mindenkinek, nem? Igen, az internet és ott az van. Az anatómia az egy olyan dolog, hogy ez egy tudomány, tehát hogy rengeteget... Ja, bocsánat, az anatómiának arról a részéről beszélek, ami az izmokkal és izületekkel foglalkozik. Jó? De csak erről a részéről beszélek, ez is hatalmas tudásanyag. Nem kell mindenkinek mindent tudnia. Elég, hogyha tudja, hogy hol tud utána nézni. Aha. És ha utána néz, akkor rájön, hogy megint mondjunk egy konkrét példát, manapság divat ez a távolító. Farizom! Wow! Könyörgöm, nem. Tehát üsd be, hogy gluteus maximus anatomi. 68 millió videót kiad, és megmutatja, hogy a nagy farizom milyen mozgást végez. Tehát, hogy a combcsontot hátrafelé húzza, és egy nagyon picikét kifelé forgatja a combcsontot anatómiai helyzetben, tehát álló helyzetben, amikor a törzsed egy vonalban van a comboddal. Ha te már leülsz, szöget zár be, már változik a dolog. Már nem a nagy farizom fog dolgozni. Ettől a gyakorlattól soha senkinek nem lesz nagy, kerek, kemény feneke. Soha. És ezerre csinálja, ez minden egyes edzésen benne van. És nem egy nagy tudomány, meg kéne nézni. Ennyi. Gondolkodnak kritikusan, ugye? Nem. Elfogadják ugye azt, amit vagy az edző mondott, vagy láttak valami népszerű influencernél. Mindig azt szoktam mondani, nézd meg, oké, láttad az Instán ezt a gyakorlatot egy ilyen buborék seggű csöcsi babától. Uh-huh. De
fogd már föl, hogy ennek a lánynak nem ettől a gyakorlattól van ilyen feneke, hanem azért csináltatják ezt a gyakorlatot ebben a lányjal, mert látványos. Uh-huh. Mert a férfiaknak csorog a nyála, a nők meg irigyek, mert én is ilyeneket akarok. Aha, aha. És már is eladtuk a mozdulatot, már is eladtuk a gépet, tehát ez üzlet. De könnyű ennek utána nézni, csak el kéne jutni odáig, hogy gondolkodjunk egy kicsit el ezen. És ilyenkor, hogyha erről már picit beszéltünk, de látjuk is, hogy mondjuk nem is az, hogy veszélyes a gyakorlat, hanem nem is azt az izmot dolgoztatja meg, amit ő egyébként gondol. És oda megyek hozzá jó hiszemmel, hogy ne haragudj, de szerintem egy picit így korrigáljunk, mondjuk egy oldalemelésnél látott rengeteg rossz példát, vagy karhajlításoknál is. Ilyenkor meg sértődés van, hogy én ne szóljak be, én se nem edző nem vagyok, se nem, senki nem vagyok itt, hogy hogy merek én neki beszélni, mikor ő látta ezt az interneten vagy valami. És ezt talán egy picit el kéne engedni, hogyha egy tapasztalt ember próbál segíteni. Igen, ehhez kéne egy kis alázat, tisztelet, ami a mai világban szintén kihaló félben van. Nekem olyan szempontból van könnyebb helyzetem ezen a téren, hogy én itt edzőként dolgozom, tehát rajtam van az edzői póló, látják, hogy értek hozzá talán valamennyire, és én így jobban oda tudok menni, jobban elfogadják a tanácsomat. Aha. De azt is látom, hogy meghallgat, elfordulok, és már újra csinálja. Aha. Mint hogyha egy kis majom ilyen két cintányéra itt dobozolna a fejébe, hogy igen, hallottam egyik fülemben, a másikon ki. Egyébként nincs azzal baj, hogy nem fogadja el a tanácsomat azonnal. Sőt, én örülök neki, ha elgondolkodik rajta. Aha. És pont ez a lényeg az egészben, hogy amit én mondok, az sem szentírás. Gondolkozz el rajta. Rágd végig magad. Nézz utána. Aztán majd rájössz, hogy igazam van. De ez a lényeg, hogy arra szeretném rávenni az embereket. Fú, ez most ilyen Don Quixote-san hangzott, hogy szélmalomharc. De tényleg, tehát hogy újra kezdjenek el gondolkodni az emberek. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Azt abból nem csak itt fognak profitálni, hanem a hétköznapi életben. Így van. Tehát az edzőterem ez erre is megtanít egy picit, hogy ne halljak meg a súly alatt, akkor ott már kritikusan kell gondolkodnom, hogy egyáltalán hogy kell kivenni, hogy feszüljek be alá, hogy engedjem le, hívjak-e mögém valakit, vagy majd én ki tudom nyomni. Meg ha hívok valakit, akkor az kicsoda, és hogy áll mögém, és mutassam meg neki, hogy kell segíteni, mert abból is látok aztán olyan dolgokat, hogy ha itt most valami történik, akkor nem egy, hanem két haláleset lesz. Aha. Ezt googolásoknál szoktam látni én is, hogy a biztosítás az csak, vagy így tart-e rudat, de egyébként... Az még csak hagyján, hanem amikor így egy méterre áll mögé, nehogy azt higgyék, hogy én... Hogy segítek valamit, hogy így. Csináld, igen. Most könyörgöm, tehát itt megint csak gondolkodni kéne. Mekkora súlyt tudsz így megtartani? Tehát ha azt mondom, hogy tarts még egy dobozos kólát két percig, nem fog sikerülni, pedig az 45 deka. Aha. Na most a haverod van 70 kiló, 100 kiló van a nyakában, 170 kiló. 170 kiló elindul pofával bele a tükörbe, te így itt mit fogsz csinálni? Megfogod, és ő ránt maga után. Ennyi. Tehát meg kéne tanulni ezt is, igen, hogy hogyan kell segíteni. Uh-huh. De ezt megint visszakanyarodunk a képzésre. Ott lehet, hogy ezzel nem is foglalkoznak? Nekem nem tanították. Tehát a testépítő és fitness szakedző kurzuson fontos kérdés volt, hogy soroljak föl három olyan magyar sportolót, aki életműdíjat kapott. Mind a három futballista, természetesen. De arról, hogy hogyan kell segíteni guggolásnál, vagy fekvenyomásnál, vagy bármelyik gyakorlatnál, erről szó sem volt. Pedig ez szerintem nagyon fontos. Hogyne? Hát ez prevenció. Abszolút. Főleg akkor, hogyha valaki PR-okat szeretne döntögetni, mert azt látom, hogy mindenki erős akar lenni, mint egy erős ember, de izmos akar lenni, mint Schwarzenegger. A kettő az meg egy teljesen két úton közlekednek. Tehát, hogy az erős emberek, vagy az erőemelők, ők a megmozgatott súlyra törekszenek egyszeri alkalommal, egy testépítő meg az izomkontrakcióban, a hipertrófiában hisz. Sky Greennek van rengeteg ilyen kis oktató videója erről, viszont úgy látom, hogy itt valahogy a magyar termékben ez így próbál keveredni, nem? Igen, és állandó vita van belőle, hogy akkor most milyen mélyre kell legugolni a lábtolót, meddig kell beengedni, most a lábtoló az nem is igazi gyakorlat, mert csak a szabadsúlyos guggolás az igazi gyakorlat. Aha. Tehát, hogy mire? Tehát mi a cél? Igen.
nem teszik fel a kérdést. Az, hogy, mind a két sportág, tehát az erőemelés is, meg a testépítés is súlyzókat, súlyokat, gépeket használ a cél elérése érdekében, ez egy dolog. De ez két teljesen különböző sportág. Más a cél, tehát más lesz az edzés technika és az edzés módszer. A gyakorlatok is mások lesznek, a kivitelezés is más lesz. Tehát ha én egy testépítőt így látok fekve nyomni, hogy akkorát hidal, hogy ilyet, nem, tehát nem kell, tök fölösleges. Meg ilyen szélesen fogni, meg így, mert erőemelésben a szabályok megengedik. De ettől nem fog úgy fejlődni az a nyomat mellizom, mint hogyha más fogás szélességgel akkora hidalást nélkül nyomsz fekve. Aha. Vagy nem nyomsz fekve. Mert vagy ugye erről is van, a súlyt? Erről is van rengeteg vita, hogy kell-e fekve nyomni, vagy nem kell. Kinek? És igen, tehát hogy, de ugye most maradjunk a testépítésnél. Hogy testépítőnek nem lesz igazán jó és nagy mellizma fekve nyomás nélkül. Én úgy gondolom, hogy ezt nem tudjuk. Nem volt még a Földön olyan testépítő, aki ne nyomott volna fekve. Mert ugye elkezd valaki edzeni, fekve nyomás. És azonnal elkezd fekve nyomni, és x ideig nyom fekve. Ez kimaradhatatlan. Vagy azért hagyja abba, mert megfájdul a válla, vagy azért, mert azt mondja neki valaki, akinek hisz, hogy nem kell fekve nyomás, és áttér a gépekre. De a lényeg az, hogy mindenki nyom fekve. Nem volt még olyan ember, aki kipróbálta azt, hogy amikor életébe először belépett a terembe, és edzett 10 évig, és nem nyomott fekve, csak gépeken, csigákon edzette a mellizmát, hogy lesz-e olyan mellizma. Aha. Fogalmunk sincs. Elméletben persze azt mondom, hogy igen, lehet. De gyakorlatban még soha senki nem próbálta ki. De ki az, aki azt mondja, hogy én vállalom azt a 10 évet, hogy nem nyomok fekve, és de fejlődni akarok. Ezért ilyen tehát nagyon nehéz. Nehéz véleményt nyilvánítani táplálékkiegészítők téren is, vagy táplálkozás téren is, hiszen egy sportolót nem lehet ráállítani évekig egy szigorú diétára, ahol csak mondjuk leucinnal tömöm, és akkor nézem, hogy mi lesz vele, vagy egy átlag ember se lehet szigorúan egy oldalú diétára tenni, hiszen az, annak negatív következménye is van. Igen, na most ez még megint egy olyan dolog, hogy egy ember. Most egy ember egy fecske nem csinálja, tehát hogy ebből nem lehet következtetéseket levonni. Úgyhogy sok és különböző genetikával, adottságokkal rendelkező emberrel kéne megcsinálni ugyanezt. Sohasem lesz igazság ebben a kérdésben. Igen, és ez nagyon fontos, hogy személyedző. Tehát egy adott személyre koncentrálva, nyilván többen vannak, de abban az adott időben arra az egy személyre koncentrálok, és a neki valószínűleg leginkább megfelelő étrendet fogom megtalálni, ami kísérletezgetéssel jár. Igen. Tehát egyből egy tutit megírni, az 100+1 talán. De kizárt. Én ebben nem hiszek, se edzéstervben, se gyakorlatválasztásban, se étrendben. Én nem hiszek abba, hogy valaki megmondja a tutit. Ilyen nincs. Szoktál egyébként ilyen face-to-face leülni a vendége, amikor igen. először megkeres? Igen. Tisztázzátok a célokat, és igen. hogy minden. Ez az első kérdésem mindig. Mi a cél? Aha. Mindig ez az első kérdés. Én ezt a célt, megtanultam, hogy mennyire fontos bármiről is legyen szó, de maradjunk itt a sportnál, hogy ha nincs célod, hova fogsz eljutni? Mikor tudod, hogy odaértél? Tehát nem, muszáj, hogy legyen egy célod. És itt mindig el szoktam mondani, hogy számomra mit jelent a cél. És ezt érzékeltetni szoktam egy ilyen rövid kis példamesével, hogy nagyon gyorsítva elmondom, hogy ott egy ajtó, nyisd ki, az a célod, hogy nyisd ki, kapsz érte 1000 forintot, odamész, lenyomod a kilincset, megtolod, zárva, nincs 1000 forint, oké, 100 000, odamész, megtolod, meghúzod, belerugsz, nekimész vállal, ilyen vastag, tölgyfajtó, 7 ponton, vaskeret, nem nyílik, oké, 10 millió, na ott azért már igen, sokat fogsz küzdeni érte, ezt garantálom, de hát rohadtul záróan nem tudsz bemenni, oké, azt mondom, ugyanaz a cél, nyisd ki az ajtót, ugyanis az ajtó mögött a szobában ott van a gyereked, és ég a szoba. Na, az cél lesz. Tehát oda bemész. Nem tudom, hogy hogyan. A falat kibontod mellette, de bemész. Nem tudom, de bemész. Jó? Lehet, hogy nem az ajtón, hanem beszivárogsz a kulcsukon, vagy megkerülöd, vagy lebontod a tetőt, tök mindegy, de bemész. Jó? Ez a cél. Érzelmileg hasonl rád. Ha azt mondod, hogy világbajnok akarok lenni. Oké, miért? Mi történik, ha nem leszel világbajnok? A világ vége lesz, meg na, akkor elhiszem, hogy világbajnok akarsz lenni. Mert ahhoz, hogy világbajnok legyél, ahhoz azért le kell tenni egy-két dolgot az asztalra.
kell kompromisszumokat kötni, kell érte szenvedni, időbe fog telni, és hogyha neked nincs egy olyan célod, ami érzelmileg belülről hat rád, föl fogod adni, és nem leszel világbajnok. Aha. Annak idején, amikor én készültem az első világbajnokságomra, akkor mindent és mindenkit kizártam az életemből, aki nem állt mellém. És azt mondta, hogy jó, tudom, világbajnok leszel, de mi van akkor, ha kus? Nem vagyok rád kíváncsi. Majd beszélünk a verseny után. Na de hogy nem érdekel, amit mondani akarsz. Én világbajnok vagyok. Én azért megyek oda, hogy átvegyem az aranyérmet. A többiek azért jönnek, hogy küzdjenek a második helyére. Ez volt a hozzáállásom. Nyilvánvalóan hideg fejjel végig gondolva, nem lehet azt mondani, hogy én vagyok a legjobb, mert oké, persze én vagyok a legjobb, mert tornáztam 13 évet, edzettem súlyzókkal 10 évet, 23 évet készültem erre az egy nyambat versenynek, ki a kiverne meg. De lehet, hogy van egy orosz gyerek, aki a moszkvai cirkuszban dolgozik 20 éve, és mellette súlyzós edzést végez 15 éve, és jobb a genetikája, mint az enyém. Meg fog verni? Meg! De nem állhatok úgy a felkészülésnek, hogy hát jó, nem lesz a tudom, második hogy is, meg... Nem, én vagyok a legjobb. Ez a hozzáállás. De meg kell tenni érte minden, hogy tényleg te legyél a legjobb. Nem tudod befolyásolni a moszkvai nagy cirkusz versenyzőjét, meg az összes többit. De te azt, úgy nézsz oda, hogy amit te teszel, és amit neked kell tenni, azt tudod. És mindent meg kell tenni. És ehhez kell egy cél. Mert jönnek buktatók, ez biztos. És hogyha nincs kellő motiváció, kellő célod, meg fogsz állni az első bukkanónál. És nem leszel világban. Zárszó. Mit ajánlanál a mai fiataloknak? Van-e valami egy rövid, pármondatos bölcselet? Húha, pár mondat. Nehéz összefoglalni. Gondolom olyan fiatalokról van szó, akik már elhatározták, hogy le fognak jönni a terembe. Vagy születik bennük egy kis síra, hogy megnéztem ezt a podcastet kormozóval, én most nem megyek edzeni. Jó, akkor tegyétek meg. Tehát, hogy gyertek le edzeni, viszont gondolkozzatok, ez nagyon-nagyon fontos, és igenis kérjetek tanácsot szakembertől. Nagyon-nagyon-nagyon sokat fog tudni segíteni. Ő sem biztos, hogy azonnal tudja a tutit, de van annyi tapasztalata, hogy meg fog tudni kímélni benneteket egy csomó csalódástól és sérüléstől, és a fejlődési utat le tudja rövidíteni. Tehát lehet, hogy nem találja meg azonnal a legjobb edzéstervet, ami nektek működik, de ő tud 18 félét. Te meg ismersz talán egyet, amit elolvastál a Schwarzenegger könyvében. Nem biztos, hogy az lesz neked a legjobb. Tehát, hogy egy szakember mindig le tudja rövidíteni a célhoz vezető utat. Köszönöm szépen, és én úgy tettem fel ugye a kérdés, hogy fiatalok, de ez nem csak a fiatalokra, az újra fiatalokra is vonatkozik, tehát mindenkire. Hallgassatok Kormos Zoltán mesteredzőre, és én nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, ezt a beszélgetést, és lesz folytatása neki, hogyha összehozzuk, mert a téma az még szerintem bőven akad. Én örülnék neki, igen. Találkozunk legközelebb is. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!